Benyújtotta a költségvetés tervezetét Varga Mihály, a büdzsé 4%-os gazdasági növekedést és 1%-os költségvetési hiány tervez. A nyugdíjak pedig 2,8%-kal emelkedhetnek, a kormány ugyanis ekkora inflációval számol 2020-ban. A jövő évi költségvetés tervezetnek 4 fő pillére van, egyik a családok támogatásának növelése. A stúdióban Dömötör Csaba. Parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes, jó estét! Jó estét kívánok! Mit szól ahhoz, hogy új jelentkező van a főpolgármesteri megmérettetésre Kálmán Olga személyében? Hát egy szempontból furcsa, talán épp annyira, mint amennyire önöknek, tehát épp az ön székéből érkezik az új jelölt, más szempontból viszont nem, az én székemben én ülök itt. Hát most igen, de a mostani higgyel, az új főpolgármester jelölt ült korábban ott, de nem is ez a lényeg. Ez is érdekesség, de nem ez a lényeg, hanem inkább az, hogy folytatódik a casting a bal oldalon, tehát folytatódik a jelöltek versenye. Nem annak örül, hogy milyen érdeklődés van, és hogy mekkora politikai verseny van? Az a demokráciának mindig jót tesz, hogyha sok a jelölt, és van vita közöttük, de a verseny, illetve úgy is mondhatnám, hogy a marakodás az jelenleg a baloldali jelöltek között zajlik. Azért én követem a politikát, azért én is forgatom a fejem, hogy ilyen új fejlemények vannak. Karácsony Gergely ma közzétette egy videót, hogy úgy tudta eddig, hogy ő lesz a DK jelöltje, de akkor ezek szerint van egy új jelölt, van a Momentumnak is egy új jelöltje, tehát gyakorlatilag hát ezek most sikeres ellenzéki pártok. A jelöltek gombamód szaporodnak, csak úgy, mint 5 évvel ezelőtt, és én azt látom, hogy egyelőre még egymással marakodnak, egymással ricitálnak. A mi szempontunkból ez sokszor úgy látszik, mintha egymással versengenének abban, hogy ki tudja markánsabban, hangosabban támadni a kormányt, de a kormányt a munkájában, vagy a munkájából ez nem siklathatja ki. Tehát a fővárosi vezetés is végzi a dolgát, illetve a kormány is. Na akkor úgy látszik, most sok mindent kérdezek, vagy kezdek úgy, hogy mit szól hozzá. Mit szól hozzá, hogy megválasztották Manfred Webert a Néppárt frakcióvezetőjévé? Ez az elmúlt napok fejleménye, ugye érdemes megnézni, hogy hogyan zajlik az európai vezető kiválasztása. Az Európai Bizottság vezetőjét a kormányfők jelölik, ők tesznek javaslatot. A frakcióknál más a helyzet, tehát ott a legnagyobb párt a frakción belül egy delegáció javaslatot tehet arra a tisztségre, amit szeretne. A többi leszavazhatja. A CDU-CSU a legnagyobb delegációt alkotja, ezért gyakorlatilag az történt, hogy a német delegáció a néppárton belül kérte ezt a tisztséget. Na de a Fidesz ott lévő képviselői mind megszavazták. Ez egy automatizmus, teljesen más eljárás, és semmi köze az Európai Bizottsági vezetői tisztséghez, ahol a kormányfők tesznek. Ezt én értem, de... Sejtem, hogy miért teszi fel a azért kérdés. Teszem, mert mindennek elmondták Manfred Webert az elmúlt időszakban. A bevándorláspárti baloldal túszától kezdve egészen odáig, hogy nyomorult ember, vagy odáig, hogy alkalmatlanná vált, hogy Magyarország támogatását élvezze bármilyen pozícióban, bármilyen versenyben. Kovács Zoltán mondta ez utóbbit például. Tehát ehhez képest az, hogy fideszes képviselők megszavaznak, engem meglep. A helyzet változatlan. A fő kérdés az, hogy ki lesz az Európai Bizottság elnöke. Lehet, hogy az a fő kérdés, de én most egy másikat tettem fel. Igen, azért mondtam el, hogy teljesen más eljárásrendről van szó. Ezt értem. A németek kezében van a döntés a néppárton belül, hogy szeretnék-e a frakcióvezetőséget. Most ez volt a helyzet. Ez független attól a kérdéstől, hogy a kormány a továbbiakban sem támogatja Manfred Weber Európai Bizottsági elnöki ambícióit. Az mekkora kudarc lesz, ha mégis ő lesz az Európai Bizottság elnök, és mennyire nehezíti meg a Fidesz mozgását a jövőben? Hát alapvetően mi nem a tisztségekhez igazítjuk a politikánkat, hanem a választás eredményéhez, illetve ahhoz a mandátumhoz, amit kaptunk. Ez a mandátum minket kötelez. Tehát minden változatlan. Mi olyan vezetőket szeretnénk, akik ellenzik a bevándorlást, akik nemzeti alapokon állnak, akik nem szeretnének elvenni jogokat a tagországoktól, és akik hajlandóak megvédeni a kereszténydemokrata értékeket. Ilyen vezetőket szeretnénk, és minden egyes helyzetben ezt fogjuk képviselni. Ez különösen Manfred Weberről kategorikusan kijelenthető, hogy ő nem ilyen? A Manfred Weberrel kapcsolatban a fő tényező azért mégiscsak az, hogy ő egy ponton kijelentette, hogyha azon múlik, akkor nem számít a magyarok szavazatára, az rendkívül... Nem, a Fidesz szavazatára nem számít. A magyarokról egy szót nem ejtett, azt a Fideszről beszélt. Azt nem tudjuk megkerülni, hogy a kormányzó pártokat több mint 50% támogatta ezen a választáson, ami azt is jelenti, hogy ezekre a szavazatokra nem számít. Ez sértő a többség számára, és azt gondolom, hogy nem vagyunk kötelesek elfogadni. Azt mondta Orbán Viktor korábban, hogy a néppárban is többségében vannak a bevándorláspárti erők. Ezt most is így látják? Hát, hogyha megnézem az elmúlt hónapok vitáit, akkor azt láttuk, hogy nagyon sokan megszavazták azokat a javaslatokat, amikkel nekünk vitánk volt.
És az egy érdekes kérdés, hogy a választási eredmények után lesz-e változás az Európai Néppártban. Mi nem csináltunk abból titkot, hogy mi azt szeretnénk, hogy legyen markáns változás. Azt is szeretnénk, hogyha a jobb oldallal működne együtt a jövőben, és nem engedne a nagy koalíciós szirénhangoknak. Mert az azt gondoljuk, hogy a jobb oldal önfeladásához vezet, és ez nem csupán gazdasági kérdéseket érint, hanem civilizációs biztonsági kérdéseket, ahol nem lesz a jövőben lehetőség korrekcióra, hogyha nem cselekszünk, vagy rosszul döntünk. Megjelent az elmúlt napokban a sajtóban, hogy Magyarország 117 ezer unión kívüli polgárnak adott letelepedési vagy tartózkodási engedélyt 2017-ben. Ez egy irgalmatlan nagy szám, mondjuk ahhoz képest, hogy milyen más országokban van, tulajdonképpen nem. Csak itt volt a legnagyobb az emelkedés. Ezt hogy kommentálja? Magyarországnak vannak nemzetközi kötelezettségei, ezeknek eleget tesz, csak itt nagyon sokszor összemossák a nemzetközi oltalmat a bevándorlással. Tehát mi meg akarjuk gátolni a bevándorlást, de azoknak, akiknek oltalmat kell adni, a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően a kormány eleget tesz ezeknek a szabályoknak, de ez nem jelentheti azt, hogy tartósan itt maradhatnak, hogyha az üldöztetés az megszűnik. Csak hogy az unió szerint kínaiak, oroszok és arabok voltak javarészt. Igen, üldözik de itt, őket? Itt összekevernek különböző kategóriákat. Tehát a magyar kormány, a magyar állam azoknak ad segítséget, akik oltalomra szorulnak. És egyébként nagyon sok szám megjelenik ezzel kapcsolatban, és napokon belül kiderül, hogy nem állják meg a helyüket. Milyen érvek készítették arra a kormányt, hogy visszalépjen a közigazgatási bíróságok januári indítása? Egy vitás kérdés volt, elhúzódó vita, elhúzódó párbeszéd, és szeretnénk, hogyha megállapodás lenne ebben a kérdésben. Gulyás Gergely miniszter úr ezzel kapcsolatban. Ez a vita adott, az Európai Unió intézményével Európai Unióval is, a hazai szinten is volt vita, szeretnénk, hogyha olyan megoldás születne, ami kompromisszumon is alapul. Hasonló a helyzet az MTA-ban. MTA. Igen. Igen, ott ugye... Mert hogy ott is most már Brüsszel is megszólalt, az Európai Bizottság is megszólalt, a HVG-nek egy egész komoly közleményt juttattak el, ami arról szól, hogy figyelembe kísérjük, hogy a magyar kormány hogy viselkedik az akadémiai szabadság, meg a kutatás szabadsága ügyében, és hát a nemzetközi tudós társadalom is fel van háborodva, meg a hazai is. Hát azt gondolom, hogy a minden vita ellenére a fő célban egyetértünk. Tehát szeretnénk a magyar tudományos világot erősíteni, és szeretnénk, hogyha több pénz állna a rendelkezésre a támogatásra. Ez a jövő évi költségvetés esetében azt jelenti, hogy több mint 30 milliárddal jutna több kutatásra és fejlesztésre. Amiben vita van, az az, hogy ezeket a plusz forrásokat, illetve a rendelkezésre álló forrásokat, azt milyen módon költse el a magyar állam. A kormány azt szeretné, hogyha az adófizetői pénzekből úgy támogatnák a kutatásokat, hogy ez közvetlenül hozzájáruljon a magyar gazdasághoz. Az ipar hozzáadott értékét növelni. Ugye a gazdasági... Tehát egy tudós nem csak közvetlen napi értéket termel a kutatásával, a jövőnek dolgozik sok esetben. Természetesen. Természetesen. Itt csupán azzal kapcsolatban van vita, hogy azokat a forrásokat, amelyeket az állam biztosít, amelyek adófizetői pénzekből érkeznek, azokat milyen módon hasznosítsák. Tehát ez nem érinti egyébként a Tudományos Akadémia függetlenségét, a kutatói szabadságot, vagy a saját bevételeit. Tehát, hogy a Tudományos Akadémiának más bevételei is vannak, szabadon dönthet. Miért látják ezt egészen más, hogy a tudósok, akadémikusok, akadémián kívüli tudósok, az Európai Unió ezügyben megszólaló illetékesei, az Európai Bizottság közleménye, miért látja ezt mindenki teljesen másképp? Én az, hogy vita van erről a kérdésről, azt nem tartom ördögtől. De nincs vita, önök döntöttek valamiről most már a fejük felett. Hosszú hónapokon keresztül zajlott egy tárgyalássorozat, egy egyeztetés sorozat, heves viták voltak, az MTA vezetése és a kormány között körvonalazódott is egy megállapodás. Sokan egyébként nem értettek vele egyet, cikkek is születtek, nemzetközi szereplők is megszólaltak, de azért egy ponton túl lépni kell, hiszen hogyha el akarjuk költeni azt a többlet, több mint 30 milliárd forintot, akkor annak meg kell adni a kereteit. Tehát egy dologban egyetértünk szerintem minden szereplővel, hogy erősíteni szeretnénk a magyar kutatásfejlesztési és a magyar tudományos életet. A szereplők nem így látják, a szereplők úgy látják, hogy a pénz kell, amihez hozzá lehet férni az Európai Uniós forrásokból, de ez valószínűleg így nem bizonyítható ennél az asztalnál, nyilván nem. Viszont jön a néppárttól egy háromtagú delegáció velük, például ez téma lehet? Minden lehet téma. Mert hogy egyébként hozzátartozik egyébként ez is a kérdéskörhöz. Bármit napirendre lehet tűzni. Én azért örülök ennek a tárgyaló delegációnak, mert eddig a Magyarországról szóló vita az ilyen hitvita volt. Kígyót békát kiabáltak, mindenféle állításokat,
igazságszolgáltatás, média, alaptörvény, olyan ügyekben is, amiket az Európai Bizottsággal már rég lezártunk. Tehát én azért örülök annak, hogyha jogi mederbe is terelődik ez a vita, mert akkor végre meg lehet nézni a jogszabályokat. Nincs az ki, fog derülni, ki fog derülni, elnézést kérek szerkesztő úr, ki fog derülni, hogy amiket szóvá tesznek, az vagy lezárt téma, vagy más országokban is létező gyakorlat, minket elővettek érte, másokat meg nem vettek. Vagy pont most próbálják gyorsan végre lezárni, lásd ezt az MTA ügyet, nem gondolnak arra, hogy el kéne ezt napolni legalább addig, amíg például ez a delegáció nem mondja el a véleményét? Parlamentáris demokrácia vagyunk, tehát a parlamenti vita az egy jó eszköz arra, hogy mindenki elmondja a véleményét. Most ön sem gondolja komolyan, a jövő évi költségvetésben már nincs is benne az MTA mellett a intézményhálózat finanszírozása. Tehát gyakorlatilag eldöntött kérdés, még a parlamentelésem kérdés. Törvényjavaslatokról beszélünk, költségvetési törvényjavaslatról, illetve a kutatásfejlesztési pénzek elkötésére vonatkozó javaslatról. Ezek javaslatok, ezeken lehet vitatkozni, és majd elnyeri a végső formáját. Tehát ezután is el lehet mondani. Szóval ez az elképzelésük marad? Most egyelőre. Van egy előterjesztés, a kormánynak világosak a szándékai, és mindenki elmondhatja a véleményét, figyelembe fogjuk venni. Költségvetés. Varga Mihály azt mondta, hogy biztonságos lesz a jövő évi költségvetés. Ez kérdés volt? Voltak olyan bizonytalansági pontok, amitől inkább egy biztonságos változatot kellett elfogadni? Hát melyek is a körülmények? Azért vannak eredményeink az elmúlt években, nagyon sokat tettek hozzá, sok millióan, hogy az ország előrelépjen, munkahelyteremtés. Mondjuk az egyik ilyen több mint 800 000 munkahely létrejött. Tehát sok eredményt tudnánk sorolni, de most az a kérdés, hogy ezeket az eredményeket meg tudjuk-e védeni. Ez azért kérdés, mert az európai gazdaság azért lassuló jeleket mutat. Kibontakozóban van egy kereskedelmi vita is a világban, eladósodottság üti fel a fejét nagyon sok tagországban, tehát minthogyha szaporodnának a fekete felhők az európai gazdaság egén. Ezért miközben mi szeretnénk tovább menni az úton, az biztosítani kell, hogy ezt meg is tudjuk tenni. És ezért döntött a kormány a gazdasági akciótervről, és ezért tükröződnek fő célok a költségvetési tervezetben, hogy egyet kellene kiemelnem, akkor az a családok támogatása. Ugye évek óta erősödik egy családtámogatási rendszer Magyarországon, ezek egy része beváltotta a hozzáfűzött reményeket, a családi adókedvezmény, egy másik része pedig folyamatosan bővül, az otthonteremtési program például. És a jövő évi költségvetésben minden korábbinál több forrás áll majd rendelkezésre, több mint 2000 milliárd forint, ami több mint dupla annyi, mint 2010-ben. Egyet szeretnék kiemelni a sok közül, mert sorolhatnám, de ne menjünk át termelési jelentésbe. A babaváró támogatás az nagyon sok olyan fiatal párnak jelent majd segítséget, akik ezzel tudják elkezdeni a közös életüket, és ez segítheti őket hozzá, hogy gyermeket vállaljanak. Természetesen az két ember privát döntés, hogy mikor vállal gyermeket, de a kormány úgy van ezzel, hogy ha valaki úgy dönt, hogy szeretne, akkor minden segítséget szeretné megadni. Ez július 1-ével egyébként hatályba is lép. Egyfajta elemzésbe csomagolta az Európai Bizottság a kritikáját a költségvetéssel kapcsolatban. Azt mondják, hogy a hiánycsökkentés eltér a középtávú tervben meghatározott iránytól. Egy ilyen mondat befolyásoló a tekintetben, hogy a költségvetéshez érdemes még hozzányúlni? Hát a célban egyetérthetünk, hogy a hiány legyen minél alacsonyabb. Az én emlékeim szerint sohasem volt költségvetési tervezetben ilyen alacsonyan meghatározott hiánycél. Ami a bizottság elemzéseit illeti, ott meg azért arra felhívnám a figyelmet, hogy rendre mellélülnek a gazdasági növekedési adatok ügyében is, és más kérdésekben is. Rendszeresen azt mondják, hogy ami Magyarországon történik, az nem fenntartható. Tehát jelenten fenntartható, hát 5%-os a gazdasági növekedés. Terveink szerint 4% fölött lesz jövőre is. Több mint 8000 munkahelyet létrehoztunk. A bérek növekednek. Ezt én értem. Azt nem mondjuk, hogy már olyan magasak, mint szeretnénk, tehát sok lépésre van szükség még, sok döntésre, de a magyar gazdaság folyamatosan erősödik, és az a célunk, hogy ezt minél többen érezzék a saját életünkben. Természetesen elolvassuk az Európai Bizottság észrevételeit, de nem tudunk attól a ténytől eltekinteni, hogy a fő számokban mindig mellélülnek. Köszönöm szépen, Köszönöm a lehetőséget. We'll be right back.